Mehetünk? Igen. Szervusz, András. Ugye rosszul néz ez ki. Ja. Még egyszer csücsülj föl, légy szíves oda. Jó, helyezd magad kényelembe. Tényleg? Jó, ide a fejedet, légy szíves. Ide tedd. Jó. Persze az ember le tudja magát vinni alfában, meg minden, de ilyenkor, amikor ilyen úgymond éles helyzet van, akkor jobban félek attól, amit elgondolok, hogy lesz belőle. Jó, nem is érzel semmit. Tökéletes helyre megy az anyag. Amikor végeztünk a műtéttel, ha lehet ezt műtétnek hívni a beavatkozásnak, akkor megjött a virág. Le volt kötve a szemem, tehát nem láttam még igazából semmit. Megnyugtató lakhatott az ő közelsége is, meg az is, hogy tudtam, hogy vége van az egésznek. A magatokra hagylak benneteket, még egy 10 percet maradj itt, légy szíves. Hideg, meleg, forró ételt, italt nem szabad fogyasztani, csokkolózni sem szabad a néhány órá, a következő órában. Jó? Köszönjük szépen. Az érdekes, hogy kell menni az étterembe, ott egy megbízásos. Mondjuk oda melózni kell menni, de valami tenni is kéne, de nem érzem egyáltalán a számot. De ezért mondta Gergő, hogy most nem csokkolozhatunk. De majd ápollak otthon, jó, kicsim. Ilyen maszkozni majd fog majd kellene az arcot. Vagy egy puszit, hogy érzem, vagy nem? Nem is tudom. Érzed, kicsim? Nem. Akkor megharabdállak.